János bátyám, ez az első Luther kabátod? Nem, ez a második. Az első Luther kabátomat 64 évvel ezelőtt az édesapám varta még. Ő ugyan női szabó volt, de minden vágya az volt, hogy a fiának ő készíthesse el az ő Luther kabátját. Hát természetesen ez már elavult, nagyon gyenge már az anyagja is. És ebben történt a szentelés is? Ebben történt a szentelés. Az hol volt? Mikor 34. Volt? Júliusában Székesfehérváron. Székesfehérváron. Ki volt akkor a püspök? Akkor Kapi Béla volt a püspök, és pontosan az 50 éves jubileum alkalmával, amikor a felszentelésünk 50. éve volt, akkor nyílt meg a Lutheránus Világszövetség itt Budapesten. Napra pontosan. Igen. 50 éves. Szenzációs. Igen. Gyermekkoromban a skarlát majdnem, hogy elvitt, az orvos lemondott rólam, és akkor az édesanyám az utolsó éjszakát éretten végig imádkozta, és lemondott rólam a Teremtőisten javára. Azt mondta, ha az én fia megmarad, nem akarja sajátjának tartani, hanem az Istennek akarja szentelni. És ezt az édesanyám ugye a szívében hordozta, úgy néha-néha említette. Akkor volt egy döntő fordulat az életembe, amikor 14 éves koromban először mentem el egy bibliaórára, amit egy Fébé diakonissa nővér tartott, és ott hallottam azt az igét, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és az a diakonissa testvér énekelte, halld meg a hívást kezdetű éneket. Én akkor meghallottam a hívást, és azzal mentem haza az édesanyámhoz. Édesanyám, meghallottam az Isten hívását, meghallottam a kopogtatását a szívemen. Én az életemet, a szívemet neki akarom szentelni. És akkor kezdtem el a Szentírást olvasni, akkor kezdtem el jobban és jobban kapcsolatba kerülni azokkal az emberekkel, akik az akkori ébredésnek munkásai voltak. Gáncs Aladár volt tulajdonképpen a lelke az egész ébredésnek, a kiinduló pontja, hogy így mondanám. Névtelenül, észrevétlenül dolgozott, ez csodálatos volt látni a 1928-ban tartott első ilyen országos találkozón, amin úgy vehettem részt, mint 16 éves diákgyerek. Bekérett valaki oda, én is kértem, hogy engedjék meg, hogy valahol a terem sarkába leülhessek, és azt a néhány napos konferenciát ott végighallgathassam. Gáncs Aladár által indított ébredési munkát sokáig figyelhettem, láthattam. Országos jellegű volt, mindenütt megvoltak ennek a látható, érezhető eredményei, és a Schréter Ferenc indulása, az is a Fébében történt. Stuart Jakab a 30-as évek elején, én pontosan nem tudnám, hogy 32 volt-e, vagy bocsánat, inkább több, 36-37, akkor járt Budapesten, és hatalmas nagy tömegek mozdultak meg akkor, olyat még talán Budapesten soha nem láttak. És az úgynevezett Tatterzálba a lóversenypályán ott volt az igazi nagy evangelizáció, ahol esténként ezres-ezres tömegek jelentek meg, villamos járatok álltak ott készültségbe, hogy amikor befejeződik az evangelizációs est, hogy el tudják szállítani azt a nagy tömeget torlódás nélkül. Nagyon emlékszem arra az estre, amikor Jónás prófétáról beszélt a Stuart Jakab, és lehetett utána kérdezni,
Úgy emlékszem, hogy az Ungár Aladár volt akkor a tolmács. Valaki megkérdezte tőle, hogyha majd tartunk a Jónásnál, mondja meg, hogy hát hogy bírta az ki 3 napig a cethal gyomrába. Hát Stuart erre nem tudott felelni, azt mondta, hogy mihelyt megérkezem én a mennybe, rögtön megkérdezem tőle, hogy te Jónás, hát mondd már meg, hogy bírta te ki 3 napig a cethal gyomrába. És a kérdező nem nyugodott meg ezzel a felelettel, újra csak beszólt, na és mi lesz akkor, hogyha Jónás például a pokolba lesz? Tudja mit, akkor majd maga kérdezze meg tőle. És ez is olyan felejthetetlen jó bemondása volt ennek a Stuartnak. Egy másik ilyen, nem ébredési hullám, hanem ébredési munka történt ugye Krisztananda által is. Ő is egyszer-kétszer ellátogatott Magyarországra, és több helyen hirdette az igét. Hirtelen megbetegedett az ő állandó tolmácsa, és telefonáltak, hogy nem lehet más csinálni, én menjek vele. És elkísértem Sárszentlőrincre, Úzra, Borjád, azon a környéken tartott előadásokat, és hát német nyelven tolmácsoltam, de magyarul is értett néha, úgyhogy ha magyarba egy szót pontosan nem úgy mondtok, ahogyan ő gondolt, akkor még besegített a magyarba is. A Schrader-féle evangelizáció az széles körű volt, jó támogatást kapott akkor a Rafai püspök úrtól, aki felmentette őt minden szolgálat alól, és teljesen szabaddá tette számára az evangélista munkáját. Ez úgy látom és úgy érzem, ritka feladat, mi hiába szónokolunk, mi hiába jönnénk a legtökéletesebb tudományos szinttel, meg evangéliummal, enélkül az egyéni átéléssel, példával, enélkül ez nem megy. Mert hiszen az evangéliumnak ugye többféle megszólalása van. Van a hallható ige, az írott ige, és a cselekvésben megnyilvánuló ige. Amikor azt mondja, hogy ezt pedig cselekedjétek, ezt éljétek, és ennek az életnek a beszédét, amit az élet maga beszél, azt adjátok tovább. Nem kell még szónokolni se, csak élni. És azt észreveszik, akkor van mit követni, van mire építeni. Hát itt kezdhetnénk, csak a saját életünkkel és az életünknek a példájával. A soproni tanáraink kimondottan példaadó tanáraink voltak, akik nem csak hogy az írásnak az ismeretére, tudására tanítottak meg bennünket, hanem a keresztény életformára is, és a keresztény hitéletnek a mélységére is. Ott volt Prőle professzor úr, ott volt a Podmanicki báró tanár úr. Egyébként Podmanicki tanár úrral először Sárszentlőrincen találkoztam, akkor ő még fiatal, hát hozzánk képest mondjuk, akkor fiatal ember volt, és nagyon-nagyon lelkes művelője, munkása az Isten igéjének. Aztán Deák professzor úr, sorolhatnám mindet, hitben élő emberek voltak, és jó magot vetettek. Úgyhogy példának okáért az első magot onnan vittem, volt a FB Egyesület által kiírt pályázat a Luther jó cselekedetekről írott könyvével kapcsolatban. 3-an pályáztunk, és egyikünk se ütötte meg azt a mértéket, amit a pályázatban elvártak volna. Nem kaptuk meg a díjat, és mégis bemondtam, hogy a legnagyobb díjat én kaptam.
hát hogy megismertették velem ezt a könyvet. És ez a könyv nekem egy alapot adott. Megtanultam belőle, hogy lehet hinni, tanulni. És az volt az elhatározásom, mielőtt kikerülök az iskolából, rögtön hozzálátok, és megszerzem az eredeti példányt, ezt lefordítom, magyarra kiadom, sikerült is. 2-3 évig a 400 évvel ezelőtti eredeti nyelvet megtanultam, és onnan fordítottam le. A Prőle professzor úrnak ez egy hallatlan nagy örömet jelentett, és olyan levelet írt akkor nekem, amit én még most is őrzök, és néha el olvasok, mert szinte megfoghatatlan volt, hogy az idős professzor nekem így szólít, engem így szólít meg, hogy kedves János barátom. Hát ez abból az örömből fakadt, hogy az örömét nem tudta leplezni, mennyire örült annak, hogy Luthernek ez a munkája magyarul megjelenhetett. Aztán hozzáfogtam később más ilyen munkákhoz, és egyet még sikerült kihozni, a Luther Magnifikátját. Kimondott öröm és kimondott gyönyörűség volt abba a könyvbe bele tekinteni, és az életbe átültetni azt a hitet, amit sugárzott a Luther Márton abban a könyvében. Olyan evangéliummal álljunk ki, amelyiknek dübörgő ereje van, és egy éltető erő van benne. Nem kellene egy felekezeti alapot se venni, semmit, csak magát az evangéliumot. Előfordult már olyan, hogy valaki elvitte magával ezt a könyvet Balatonfüredre, a szobába, kint a szállodai szobába az asztalán, és a lakótársa beleolvasott. Egyszerűen eltette, és azt mondta, én ezt elviszem, ezt vissza nem adom, szerezd magadnak egy másikat. Én elmondhatok most itt egy beszédet. Ha ezt kinyomatom, mondjuk 5000 példányba, az nem 5000 emberhez fog elkerülni, lehet, hogy 15000-hez. És nem máma fogják hallani, hanem 5-10 év múlva is olvashatják, és ki tudja, hogy mikor, meddig. Ahogy lehetett a nyomdába bemenni, abban a pillanatban bementem a nyomdába. És akár fújtják, akár nem, úgy látom, ezt pedig meg kell csinálni, a leglényegesebb kérdéseinket, amik máma fornak, amik máma mindenütt az országban hát dominálnak. A keresztség, bemerítés, szombat vagy szabbát, gyógyító vagy gyógyítások, ezekről mindegyikről külön-külön egy-egy füzetet írtam, és ki is nyomattam. Persze ezt sehol nem vették komolyan, és sehol nem engedték be. A mi egyházi könyvkereskedéseinkben nem is ismerik, hogy ezek léteznek. Akkor jött az a könyvecske, hogy dolgozni vagy hajtani, ez is nagyon kapós volt, és a legsúlyosabb volt a Zsoltárok fordítása. Na, a Zsoltárok fordítása az azért egyedülálló, mert görögből, eredeti görögből Zsoltárt még magyar nyelvre nem fordítottak. A városi értelmiség, főleg a katolikus értelmiség észrevette, hogy több ilyen kérdést írtam meg, és amikor a Zsoltárokhoz értünk, akkor már ezt nem tudták egyszerűen csak úgy elkönyvelni a nullába. Azt mondták, hát ez egy olyan hatalmas mű, ezt valahol meg kell említeni, és ezt valahol el kell ismerni. És ők mentek a polgármesterhez, meg a tanács tagokhoz, hogy még pap ugyan nem kapott nálunk egy se próúrbe kitüntetést, de ezt muszáj, ezt mondták. És hát így kerültem be. Ültettem én egy nagy sereg akászfát, de lassan kitermeltük, kicseréltük helyette, gyümölcsfát tettünk. Itt milyen fajta szőlő maradt? Hát, mit mondjak, legalább 25 féle van benne. 101 néhány tő,
de igyekeztünk sokfélét, hogy amikor kezd érni a szőlő, július vége felé indul be, és egészen október közepéig mindig van friss és friss és friss. Igen. Tehát egymás után. Ez itt a legkorábbi, ez már július végén itt van. Uh-huh. Ez egy rokona a Csaba gyöngyének. Ökrös szekér terület. Itt tartották az ökröket, az ökör istálók, itt voltak ökörös szekerek. És úgy, ahogy aztán ezt felszámolták, ezt a 2204 szögölet odaadták a mi egyházközségünknek ajándékba, és azzal tudott akkor elindulni az egyházközség. Azon a réven indult el az iskolának, az új iskolának is az építése. 64 év a szolgálati időm. Ebből 56 évet itt töltöttem el Hódmezővásárhelyen. Tulajdonképpen parohius lelkész, csak itt voltam. 1941 óta, 41 decemberre óta vagyok itten, sehol máshogy nem töltöttem be parohiális állást. Segédlelkész voltam valamikor Körmenden, Pestszentlőrincen, Kelenföldön, majd Tótkomlóson állam hitoktató, és önálló helyet itt kaptam Hódmezővásárhelyen. Amikor 45-ben Budapesten egy kicsit nehezebb volt a helyzet, az ellátás, én meghívtam az akkori főnökömnek a kisfiát ide nyaralni. Egész nyáron itt volt, 9-10 éves lehetett a gyerek. És a gyerek most reagált arra, amit egy újságban olvasott. Valaki írta Magyarországba egy cikket rólam, és ő azt Veszprémbe olvasta. És írja nekem a visszaemlékezéseit. És azt írja, hogy egy olyan mély hatást gyakorolt ő rá akkor, hogy látott engem napközben, hogy többször bebe menni a templomba, imádkozni. Ezt a tanácsot az édesanyám adta. Megírtam neki, mikor Tótkomlósra érkeztem, édesanyám, szétnéztem a faluba. Sok ember, sok ezer gyerek, nem találtam egyetlen egyet se, akinek lett volna egy bibliája. Nem találok valakit, aki megértene, akivel lehetne erről beszélni, mit csináljak. Azt írta vissza az édesanyám, amit Dániel csinált akkoriba, naponta háromszor könyörgött, és addig könyörgött, imádkozott a mindenható Istenhez, amíg megáldotta és megsegítette őt. Vissza csak annyit írtam, megértettem. Mától kezdve ezt csinálom. Azóta eltelt jó néhány évtized, és ez a tanács bevált, azóta is, most is. Nincs más forrásunk, nincs más megoldásunk. Ő hozzá menni, mindent tőle kérni, és mindent neki csinálni. Nagyon megszerettem itt a várost, a gyülekezetet, az embereket. Azt lehet mondani, hogy belegyökeresedtem, és soha nem gondoltam arra, hogy egyszer is változtatnék. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz idők is jöttek ránk, mert a 45 utáni idő szinte teljesen kihúzta a lábunk alól a talajt. Elveszítettük a földjeinket, elvesztettük egyéb bevételi forrásainkat, de ez nem jelentette azt, hogy na most megváltoztatjuk a munkatempót, vagy a munkánknak a beállítását. Ugyanúgy folytattuk akkor is, amikor semmiféle jövedelmünk nem volt. A kántorok beálltak ingyenes önkéntes kántornak, a harangozó beállt ingyenes önkéntes harangozónak, és a lelkész akár beállt, akár nem, sokszor meg kellett tapasztalnia azt, hogy ő is tulajdonképpen egy ilyen önkéntes munkás, aki 5-6 hónapon keresztül nem kap tulajdonképpen semmit, de az öröme, a munkának a lendülete éppen úgy megmaradt, mintha lett volna valamilyen jövedelmünk. Ez annyit jelentett, hogy saját magunk rendezkedtünk be arra,
hogy megtermeljük a kenyerünket, a megélhetésünket. A család ebbe belesegített, kisebb gyerekek, amikor nagyra nőttek, akkor is. Úgyhogy mi soha hiányt nem szenvedtünk, és soha lehangoltak nem voltunk, amiatt, hogy hát ezt vagy azt az objektumot mi elveszítettük. Egyáltalán nem jelentett ez hangulati befolyást nálunk. És most is azt kell mondanunk, hogy az úgynevezett szegény gyülekezetek közé tartozunk, de örömmel folyik a mi munkánk, örömmel végezzük a gyülekezetnek minden tevékenységét. Debrecen után ez a második legnagyobb területi város, és ezen a nagy területen teljes szétszórtságban élt, és él most is a gyülekezetünk. Egy vasárnapi istentiszteletre bizony nagy távolságokról jönnek. Igaz, hogy a szomszédos gyülekezetekből is járnak rendszeresen át egy néhányan, akik még úgy a gyermekkori kapcsolatuk alapján, a gyermekkori emlékeik alapján fűződnek ide, és hogyha több száz kilométerre kerültek el, a konfirmandusaikat akkor is idehozzák. Hát most is például 7 konfirmandusunk volt, és ebből a 7 konfirmandusból 4 jöttek messzi távolból, és pedig azon a réven, hogy az édesanyja vagy az édesapja valamikor itt született, itt konfirmált, és ez a vonzás, ez a hazatartás, ez még most is él a szívekben. Többször is hazajönnek egy esztendőbe, egy nagy ünnepre, egy találkozóra, úgy összeköti őket még most is az a gyermekkor, vagy az az ifjúkor, amit valamikor itt éltek. Amikor Bonyhádon a lelkész megkért arra, hogy egy hónapot helyettesítsem, és első vasárnap mondja nekem az egyik kurátor, hogy itt és itt van egy halálos beteg ember. Jó volna, ha meglátogatnám. Hétfőn reggel első dolgom volt, hogy elmegyek ehhez az emberhez, és a feleútnál megtorpantam. Megállított egy gondolat, Istenem, mit akarok én? Mit tudok én ott kezdeni, mi az én feladatom, egy ismeretlen beteg emberhez megyek, hát én nekem fogalmam nincs, hogy mi a feladatom, és visszamentem, bementem a parókiára, és ott imádkoztam, és kértem a Jóistent, hogy ő adjon nekem bölcsességet, vezérlést. Aztán elindultam nyugodtan, ott találtam egy halálos beteg embert, imádkoztunk, beszéltünk egymással, és azzal vártunk el, hogy na, holnap újra jövök. Másnap, mikor elindultam, az úton megállított egy fiatal férfi, azt mondja, ugye, hogy én vagyok a... Ez is az a lelkész, mondom, igen. Azt mondja, biztos a fazekaséghoz megyek. Mondom, igen, hát ne menjek, meghalt az apja. El is temettük, el is felejtettük. És szeptemberben, amikor indultam volna vissza Sopronba, akkor beállított ennek az elhunyt embernek az özvegye egy nagy garaboly szöllővel. Engem keres. Kérdezi, megismer-e? Hát mondom, nem ismerem, mert hát mondta, hogy ő annak az embernek az özvegye. Hát ő ezt hálából hozta. Hát mondom, nem volt, megfizették a temetés árát, hát nincs itt semmi tartozás, dehogy nincs. Azt mondta, hogy amikor én ott voltam náluk, akkor eszébe jutott valami a férjének, az jutott eszébe, hogy ő az egyetlen fiával haragba van, és az egyetlen fiával nem akart már találkozni, látni se akarta. És mikor befejeztük az imádságot, és elmentem, azt mondta ez az ember, hívjátok a fiamat,
meg akarok békülni vele. És eljött a fia, és megbékült az édesapjával, és a házra nagy békesség szállt le. Az a sok nyugtalanság, fájdalom, ami emiatt volt, az eltűnt. És teljesen betöltötte a házat a békesség. Nem addig tart az evangélium, ameddig én hirdetem, hanem ha figyelem, akkor látom, hogy már az utód, meg a másik, meg a harmadik viszi tovább. Hogy készülünk mi lelkészek? Nem csak a szolgálat letételére, hanem az átlépésre, a túlsó partra. 86 év után másik 86-ot nem lehet remélni. Tehát egy belátható időt, amiről jó, hogy nem tudjuk mennyi és mikor. Csak egy bizodalmunk van, egy reménységünk, hogy ő elkészített mindenkinek egy személyes lakóhelyet oda át. Az, hogy ez milyen nagy nyugalommal történik, azt a mennyei atya arra az időre elkészíti. Itt most mi nem nyilatkozhatunk arról, hogy én mennyire nem félek vagy félek. Nekem erről nem kell nyilatkoznom, nekem annyira fontos, hogy van egy mennyei atyám. És ha menni kell, ő akkor ad ahhoz erőt, ad hozzá nyugalmat, csendességet, és a többit mind rá kell bízni, majd ő tudja, hogy mit csinál.